Góranga. Na, második nap fináléjában. Elvileg a szekér összes tartozéka kin van. Megérkeztek, mármint kihoztam az asztalokat, a székeket, és ugye, mivel ez egy ilyen olajfoltos nyilvános parkoló, tehát az aszfaltra ilyen filcborítás, illetőleg ilyen komolyabb szőnyegek mennek. Na most a szőnyegeket ugye természetesen vele a kis furgonnal kellett kihozni, persze nem fért bele, de no problémo, tegyük a tetejére. Na mondom, sajnos nem tudok fölmászni a kocsira, hát az ember igyekszik mindenféle kifogást találni, hogy miért nem tudja megoldani a feladatot. Erre kaptam egy ilyet. Hát én még életem nem láttam ilyet, nem tudtam mi ez. Aztán kiderült, hogy ide lépsz, aztán ide lépsz, és már fenn is vagy. Ez egy ilyen kis univerzális eszköz, nagyon praktikus. Ide lépsz, és már fenn is vagy. Úgyhogy megoldják a dolgokat. Na most, ez szintén az önkormányzat munkája, hogy ez a bizonyos színpad, tehát ugye itt lesznek előadások, jóga bemutatók, meg egy csomó minden, ami egyébként engem annyira nem érint. Tehát ez rendesen az önkormányzat, ugyanúgy, ahogy természetesen ezt a sátor szerkezetet is konkrétan az önkormányzat építi össze, tehát ezt nem bakták, tehát nem Krisna hívők. A hangosítás szintén nem a mi feladatunk lesz. És tehát ugye holnap ez az egész le lesz borítva, tehát le lesz szőnyegezve. Ezek az én dolgaim és eszközeim. Már kihoztam azt a bizonyos ominózus kötelet. Hát ezzel fogjuk húzni a szekeret. Egyébként nagyon komoly tömege van ennek a kötélnek. Na, szóval egyelőre így állunk. Mi valójában amúgy holnap reggel kezdjük magát a szekér összeszerelést másodmagammal, tehát ezt, hogy most már harmadik éve ketten csináljuk. Tehát a szombati rendezvényt, azt ugye ott csinálják, ez minket annyira nem érint, mármint engem. Nekem ez a munkaterület. Tehát ide kerül majd ugye az oszlop, amin van ez a felépítmény. Itt lesz az oltár, és itt lesznek a múrtik így. Aztán körbe keret, persze feldíszítve. Na, hát nagyjából így nézünk most mi ki. Meg valószínűleg a rövid időn belül, mert már iszonyat melegen van egyébként természetesen, tehát ez egy ilyen elég szélmentes területe a szigetnek. Átlépek a lezáráson, ha már ilyen nagy vagyok. Lesétálok még, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 lépcsőn. És valószínűleg egy kicsit óceánba vettem magam, mert ráfér egy kis felfrissülés. Na egyébként ez az a homok, amit a Szaharából hoztak ide. Tehát ez egy feltöltött partszakasz. Természetesen egy mesterséges hullámtörővel.
Elevadul szíve régit. Ne jól van. Azért ez jól meg van építve, gyerekek. Ez a töltés, azt hiszem. Jó van, most ilyen már nem megyek, mert megyek még vissza a munkaterületre. Az megy Lagomerára, ha jól tudom, az a komp. Szóval melló után majd rám fér egy kis felfrissülés. Szóval most ilyen környezetben lesz. A melódia. Na jó, van vissza a valóságba, eleget álmodoztunk. Ismét átlépünk a valóságba. Na, mára már elköszönök, majd holnap jelentkezem az újabb fejleményekkel, meg érkezett, hát egy biztos, de lehet, hogy több lesz ilyen indiai tánc bemutató, ez egyébként eddig minden évben volt, és akkor ez egy ilyen, hát én nem tudom, hogy ez tradicionálisnak vagy autentikusnak kell mondani, de olyan tánc bemutató lesz, erről ugye tavaly és tavaly előtt is készítettem videót, meg azt hiszem a tavalyi Szekérfesztiválon a Facebookon élőbe volt közvetítve, mármint én közvetítettem élőbe az egészet. Hát ha valakit érdekel, akkor a július 31-én volt, azt hiszem. Tavaly? De lehet, hogy nem tudom. Szóval tavaly nagyjából ilyen tájba Szekérfesztivál élő közvetítés, de most idén nem lesz élőbe közvetítve, hanem majd igyekszem ilyen videókat megosztani veletek fontosabb eseményekről vagy részletekről. Na, legyen csoda szép estétek, aztán holnap találkozunk. Hare Krishna, Hari Hari Bol.